Kisalföld Podcast. Hírek, helyben, azonnal. Nagyon szeretett és tiszteltel köszöntöm Farkas István Ricsit, egy igazi rockert, kérem szépen a Falcon projekt frontemberét, illetve egyik tagját. Nem szereti ezt a frontember szót, mert szerény ember, pedig tudása, illetve méretei alapján sem kellene ö, szerénynek lennie. Ő ugye a zen zenekar motorja. Ricsi, nagyon-nagyon régen találkoztunk le, legutoljára ugye a nyári egészen pontosan 25-e, most pontosan nem is tudom mondani, hogy a Rotarival közös fröcsnapok tehetségkutató versenyének a színpadra felnek a zsűriét gazdagítottad, és nagyon komoly együtteseket láttál, illetve hallhattál, ugye ott több mint 50 avanzsáló közül 11-en jutottak a döntőbe, és hát a három legjobbba tudtátok premizálni, mind a város, mind az önkormányzat. Hogy telt azóta az életed? Egy kicsit nem is a együttesek, mert ha jól tudom, beszéltem a műfevezetőivel, a következő évben mindenképpen teret szeretnének adni. Ha nem is mind a 11 döntősnek, de mondjuk a dobogósoknak mindenképpen, mert ugye megérdemlik. Egy picit azt összefoglalnád, de hál' Istennek fél óránk van. Néha nem ad ennyit a sors, de veled ezt bőven ki tudjuk beszélni. Ö, még egy kis ilyen akkori gondolatiság, illetve érzésvilág, hogy milyen volt ez a rendezvény. Feltételezem, 24-ben is lesz, és képzeldek, kettő perc után engedem, hogy köszönjük a hallgatóimat. Szervusz, kedves Ricsi! Akkor érek az alkalommal, és köszöntöm a nagy szeretettel a hallgatókat. Hát most már eltett néhány hónap, így lecsapódtak a, a, az élmények. Egy fantasztikus lehetőség volt, hogy, hogy ebben részt vehettem, és nagyon örülök neki, hogy bár nagyon szívesen lettem volna a színpadon, zenészként. Nehéz ilyenkor olyan, olyan betyárját? Ne, nem, nem az, hogy segíts meg instruálj, hanem te is tombolj, és azt én, mondta, hogy én, áh! én, szerettem volna fönt lenni. tehát hogy szerettem volna zenni. Olyan jó volt, irigyeltem a, a, srácok, a csajokat, hogy, hogy milyen jó nekik, hogy ott vannak. Ugyanis azért ennek az egésznek a lényege az volt, hogy olyan kereteket biztosított a város, illetve a Rotary, ami, ami eddig nem volt adott egyetlen alkalommal sem, és abszolút professzionális technikai körülmények között tudták Ilyen. megmutatni a tehetségüket a, a jelentkezők, és azt gondolom, hogy egyébként meg is állták a őket. Ö... Rossz íz nem volt, ezt ugye figyeltem, mert azért a mai fiatalság fiatalkorod ellenére mondhatjuk, hogy ugye a középkor alját nyaldosod ugye alulról. milyen mondatokat találok ki, ma nézd el nekem de azért ők néha szoktak, ez nem volt, jó az nem volt, hogy hátér háttér teljesen adott volt, és cimbiztek. Tehát, hogy nézem, hogy nem, nem zavarta aki és ugye a másik instrumentális zenekarra volt, sokkal több energiát kellett belefetszolnia, hogy említetted, hogy nem azt jelenti, hogy elfogultak voltatok, de egy kicsit nyilván őket hogy néztétek, mind aki egyedül áll ki, vagy, vagy akár duettezik? Hát ugye eleve maga a produkció is más. Tehát persze, hogy máshogy nézi az ember. Összetettebb egy zenekar színpadra állítani, mint most ezzel senkit meg nem bántva. Amikor felmegy egy énekes egyedül és betesz egy zenei alapot, akkor az nyilván egy viszonylagosan könnyebben megoldható dolog, mint amikor egy öttagú zenekart kell ö, színpadra tenni. Ö, összességében én azt gondolom, hogy nagyon jó volt a, a hangulat, jól érezték magukat a versenyzők. Ö, szerintem nagyon jó tapasztalatokkal gazdagodtak, és, és igen, amit mondtál, hogy volt címbizés, hál' Istennek, igen, én is azt láttam, hogy barátkoznak egymással, és épülnek azok a kapcsolatok, amik ahhoz kellenek, hogy az a győri zenei élet, ez, ez hogy kicsit fortyogjon, jó értelemben fortyogjon, tehát hogy mozol. Már elkezdődött, akkor a forráspontot ne vigyük lejjebb, hanem forjon csak tovább. Így van, így van, és igen. például nagyon nagy örömömre szolgált, hogy az Alexandrának a Virág Alexandrának már zenekara van. Ő Na. Ilyen Charlie-s dalokkal jött versenyezni, és van bentehetség. Egy kicsit későn kezdte el a, a, a tanulást, az énektanulást, tanulást, de, de van tehetség, van benn olyan dolog, amivel érdemes foglalkozni, és napokban láttam, hogy van zenekaró, úgyhogy sok sikert kívánok. De a többieknél is, például a Honey Jeans, akik megnyerték. Így van. Sorra látom, hogy itt játszanak, ott játszanak, ahol játszanak, és jó helyeken jók, jók. És... Flopposok is voltak benne állam, mert ugye Igen. közben konzervatóriumosok, tehát mellette komoly zenészek is, akkor egyik dal, író, versenyt nyert, óriási figurák. Tehát megfelelő sze ő szerénységgel jönnek, tehát nem az, hogy én fintam a passzát, szeret, bocsánat, nem beszélünk <laughs> csúnyán én se, de éppen jött valamilyen, nem tudom milyen, ezért rögtön mondtam neki, hogy te vagy a Antonia Banderas a Desperado ból és akkor nevetett, pedig azt hittem nem is láttam, mert olyan fiatal, amikor a, a tokkal lőtt Igen. még annak idején. Úgyhogy ezek azért mindenképpen nagy emberek, tehát mondhatjuk azt, hogy van létjogosultsága a következő évben is. Említetted, hogy tanulás. Mindig kell tanulni a nagyoknak is, hogy te is pályafutásod, zenitjét nem érted még el, tehetségesek vagytok, és stb., De Szükséges már csak azért is, hogy karba tartsd, mert nyilván nem szelindion szinten én... akarsz énekelni ma. Nem, én mindenhol tanulni megyek. Na, ez szép. Mindenhova. Én ide is úgy jövök. Tehát ö, azt, amit te itt csinálsz, azt, azt én figyelem már olyan szemmel is, hogy mit lehet belőle tanulni. A kommunikációt például. Az egy nagyon fontos dolog ö, színpadi embereknél. Ö, voltam volt olyan szerencsé, hogy tévéműsorban szerepelhettem, és egy nagyon érdekes tapasztalás volt az, hogy ott látni, hogy hogyan működik. Amikor professzionálisan össze van minden, mindenkinek megvan a szerepe, senki nem kapkod, de, de mindenki tudja, hogy mit kell csinálni, és az egész arról szól, hogy te, aki ott vagy, a legjobbat hoz ki magadból. Igen ki mit csinál, mert valaki bócot játszik, valaki szervező, valaki promoter, ilyen. nem? Ilyen, Tehát azért ez... Így van. Tehát, ilyen értelemben mindig kell tanulni, szerintem, lehet is tanulni akár a saját hibáidból is. Tehát, hogyha ha nem abból tanulsz, ami, ami ott lezajlik körülötted, akkor a saját produkciódból kell tanulni. Tehát ott is le lehet szűrni mindig azt, hogy mi az, ami jó volt, mert akkor azt érdemes erősíteni, és mi az, ami esetleg javításra szorul, hiszen zenészként, például én a színpadon nyilván elkövetek hibákat, amikor nem úgy jön ki, mert nem olyan hangulatban vagy, vagy egész egyszerűen egy pillanatra elkalandozott a figyelmet. Férfiak is tudnak menstruálni, én van, amikor egy héten kétszer teszem, és akkor a páram mondja, hogy borzasztó. Tehát akkor, ha nagyon zanzásítunk, akkor Lenin apánk sok gondolatát nem fogadtuk meg, de úgy csicsje, úgy csicsje, úgy azt mondjuk igen. Hát ilyen értelemben igen. Nem, mert tényleg az ember, hogy tanul. van. Így van. Ez nagyon fontos. Szerintem egyébként még egy pillanatra visszakapcsolódva a tilos? igen. A színpadra felhez, ott mindenképpen az egy nagyon jó tapasztalat volt, mert ezt több énekesnél láttam, és főleg a szóló énekeseknél, hogy ezt a nagy színpadot, ezt belakni, ott előadóként megjelenni, és, és valóban úgy előadni, hogy az a közönségnek szórakoztató legyen, ez egy óriási kihívás. Bajré nélkül, mert azért nem mindegyik ötvenedik felépését Így van, tette. így van. És, 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 azt láttam, hogy volt, aki ezzel megküzdött. Volt, akinek könnyebben ment, volt, akinek kevésbé ment könnyen, volt, akinek szerintem kifejezetten befolyásolta a produkcióját, akár pozitív, akár negatív értelemben is, de ez mindenképpen egy tapasztalás, hiszen hát, hogyha most a mai világot nézzük, akkor kicsit rövid rövidebb az út ezekhez a színpadokhoz, de viszont onnan nagyon nagyot lehet bukni, és nagyon gyorsan is. Onnan vissza. Tehát, ha leszerepelsz egyszer valami, ez lehet, hogy lámpaláz, lehet, hogy így technikai játékra azt mondják, hogy hát ne arra, te ne. Tehát többet hát, ez így van, ne. és onnan viszont visszakapaszkodni már nagyon nehéz. Mérnek, ne Neked egyébként a karriered, ami azért hosszú, mert hát ugye azért ne csak Farkas Istvárról beszéljünk, hanem ugye a Falkon projektről voltak olyanok, lehet, hogy úriember, is nem mondod el, amikor nem volt százszázalékos, és itt sok minden emberi emóció. Otthon úgy, úgy jöttél el, az előző nap nem sikerült, az infrastruktúrás háttér, valamelyik kollégád balhézott, nem. hogy úgy nem is kötve, de megcsináltad. Tehát, hogy meg megcsináltátok, és lehetett volna jobb az a hangzás. nem, Nem is kell mondani, hogy hol. Mert aztán lehet, hogy kívülről megeztünk a legjobbnak. Egyébként ez a megjegyzés, ez nagyon érdekes, mert valóban sokszor így van. Tehát voltunk mi már olyan koncerten, igen, amikor amikor úgy jöttünk le, hogy gyerekek, az, amit megbeszéltünk, hogy az ott így legyen, meg úgy legyen, meg, és az egyik se úgy volt. Miért nem úgy van? És közben a közönség felől meg felsőfokú jelzőket kaptunk. A hát, gyerekek annyira jók, szóval. és akkor az emberek kicsit ilyen, fele más érzésekkel hallgatja ezt, hogy tök jó, tök jó, köszönöm szépen, és nagyon örülök, ugyanakkor meg valahol nagyon bosszant, hogy azok a hibák, amikről beszéltünk, hogy az, az mégis becsúszott. De hát az élő zene az ilyen, tehát azért azt tudni kell, hogy azért a színpadon, főleg úgy, hogy ha ez egy alapvetően improvizatív műfaj, hiszen Én a zene az az, már olyan értelemben, hogy minden koncert más és más, a nóták azok ugyanazok, ugyanazt kell játszani, Igen. de mégis a, a, hangulat, a környezet, akár a zenei környezet is már olyan értelemben a hangosítás, mi ismi, az mindig más, és mindig meg kell benne felelni, tehát azért ebben kicsit hatványozottabban benne van a hibázás lehetősége. A közönség is egy picit megengedőbb egyébként, de, de azért, azért kritikus, úgyhogy erre oda kell figyelni. El is várjátok egyébként egymástól, nyilvánvalóan szakmaiság, nem hova egymást, bárné egyébként férfiak között ugye azt is lehet a, a, kritikai él, tehát hogy te vagy az együttes motorja, és ezt nem azért mondom, hogy a többit ugye degradáljam, nyilvánvalóan te egy picit ezt jobban is mondod a szó jó értelmében, tehát kultúráltan, hogy hogy na ez most az én skálámon kilenc, lehet, hogy a kilencet meg se adod, mert ez olyan, mint a, a remény rabjai filmre tartják, hogy a legjobb, ugye azt kapott kilenc hetet, de én szerintem utána, ami jön, mondjuk már hat. Ez a... rossz példa volt, köszönöm István, hogy nem reagálsz rá. <laughs> nálunk egy picit másképp van. Másképp van? Igen is, meg nem is. Tehát nálunk demokrácia van. Annak idején Benko Sándornak volt egy nyilatkozat, ami nekem nagyon tetszett a, a, egyik tévé interjújában. Azt mondta, hogy ő náluk a Benko Dixielandben demokrácia van, mindenki demokratikus módon eldönthető, hogy ott akar -e lenni. És, és, és valahol ezt vallom, de nem olyan értembe tehát nem a, nem a zsarnokot játszom, és ez is egy tanulási folyamat volt, hát most már saját zenekarom van 94 óta. De kell egy kísérő, kell egy nagyobb hangú, vagy egy nem? Én azt mondom, hogy ez mind igaz, amit mondasz, kell, kell, aki összefogja, ugyanakkor kell a tisztelet egymás iránt. És a, és a bizalom. És a bizalmat pedig ki kell érdemelni, és azt azzal tudod kiérdemelni, ami vagy, aki vagy ahogy teszed a dolgodat. A hitelesség nyilvánvalóan. És nálunk ez úgy működik, hogy én vagyok a zenekarvezető, ez valóban így van. Alapvetően a döntéseknek a 95%-át én hozom meg. Ugyanakkor arra még nem volt példa, tehát egy kivételével nem volt még példa arra, hogy én a zenekarral akarata ellen hozzak döntést. Az egy kivétel hát az... kompromisszum kell, hiszen hogyha valamelyiknek éppen nem jó, ha csak a legegyszerűbbet nézed egy koncertegyeztetés, akkor nem tudok fölépni. Tehát azért itt nyilván Mildául, Igen. Az egy példa, csak hogy ér érzéket, hogy mennyire fontos az, hogy egyetértsünk. Az egy példa az az volt, hogy egyszer egy uh, 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 reklámanyagba. Én szerettem volna az egyik fényképet beletenni a zenekar többsége, meg inkább a másikat tette volna. De mivel én, szerkesztettem meg, azt ez én végül is azt tettem be, ami nekem tetszett. Tehát ez volt a legsúlyosabb, amikor a zenekar akarata ellen tettem, és azt szerintem ez így normális. Nálunk egy nagyon segítő közeg van. Tehát aki ö, nálunk van, a, az minden értelme megkapja a segítséget mindegyikünktől. Tehát mindegyikünk tudja azt, hogy hibázni lehet, mindegyikünk tudja azt, hogy a segítség az milyen jó, és ö, szerintem emberként is, hát elég sok mindent megéltünk együtt, most már 7 éves a zenekar, tehát azért az élete, életünkben, az életeinkben ö, nagyon sok minden történt a magánéletben, és nem csak a zenekarban, és így azért a bandát megtanultuk segíteni és tisztelni egymást, és azért az, az igazság, hogy azt is látjuk a másikban, hogy lehet, hogy az egyik zeneileg ö, nagyon magas szintet képvisel, a másik egy picivel... Ö, ez a szürke eminenciás Igen, jellegű. Ellenek olyanok is. is, persze. De persze. Ha pont ebből adódóan ez a zenekar így tud működni, hogy kell, aki primás, kell, aki visszordó, és, és, és a, a, ezek összedolgoznak, akkor van eredmény. Különben nincs. Tehát csak primásukból nem lehet jó zenekar csinálni. Lásd, a galaktikusok, nem tudom fociban mennyire vagy otthon, Reál Madrid, összevásároltak mindenkit, és ott játszott az Owen, a Beckham, a Ronaldo, a Figa, lehet, hogy nem nyertek semmit, a legnagyobb zsenik voltak, de na, ez most, hát talán valami, ez egy jobb példa volt. Vo eredet. voltak nekik szenvedős éveik, igen, ugye? annak ellenére, hogy tényleg és mindent meg jelent. kellett volna nyernünk, mert zsenik játszottak. Kicsit a nyártól ilyen immediás rész jelleggel induljunk el, de most kifejezetten az együttes, illetve a Falcon projekt esetében időnk még van bőven, de már ha csak most, ahogy leülsz velem, egy csodálatos koncert ten vagy túl, de a következő, illetve egészen pontosan ezen a héten lévő koncertet is, nem azért jöttőből, hogy promotált, de nyilván ugye itt is felléptek, de ha lehetség, és akkor elindulnánk-e a nyáron, hogy hogy alakult ez a nyár? Azért merem gondolni, mert végre ez a két-két és fél év pandémia, Covid, magunk mögött hagyhatjuk, ne is jöjjön vissza, nincsenek már ezek a különböző egészségügyi előírások betartására való kényszerítés 500 fő alatt, stb. Jobb volt, mint akár a 20-21-es év? Jobb volt, nekünk technikai problémáink voltak, személycserék voltak a zenekarban, emiatt, emiatt volt viszonylag visszafogottabb. Most amatőr zenekar vagyunk, tehát azért ezt ne felejtsük el, hogy mi nem ebből élünk, és, és a körülményeink sem de rendkívül jók vagytok, tehát az én a... Köszönöm szépen, ez, ez megtisztelő. Ettől függetlenül én nagyon jól tudom, hogy mi amatőrök vagyunk. Még hogyha a produkció adott esetben talán kicsit följebb predestinálja a zenekart. De a lényeg, a lényeg, hogy nekünk az, az egy óriási probléma, amikor egy egy tagcsere után az egész repertoárt újra fel kell építeni és így viszonylag kevés koncertünk volt ebbe az évben, viszont ami volt, az mind, mind kivétel nélkül nagyon jó volt, játszottunk Rudán Joe előtt egy nagyon jó koncertet, aztán játszottunk a Győrűbeleti Motoros Fesztiválon, játszottunk Edvén, ez egy 120 fős kisfalú, és egy isteni élmény oda elmenni. Tehát imádnak, tehát ott rockstárnak éreztük magunkat, nagyon-nagyon szeretnek bennünket. Tehát nem fokat. csak a vállapolgatások, hogy iszunk egy sört, hanem nem, nem. úgy is néznek rátok, hogy na megjöttek, akiket vár. Meg 120 ös kis falu, tehát ott a klasszikusan úgy működik, hogy ha ott van egy koncert, az egy hatalmas esemény, mint mondjuk nekem a gyerekkoromban volt, hogyha nálunk Szent Ivánon uh, volt egy, egy, koncert, akkor a p 81-ben láttam a P-Mobil Szent Ivánon a focipályán. De tehát őrűve, nem aludtál, nem, hogy szombaton me. jönnek. Meg voltam őrülve, hogy én ott lehessek, pedig azt sem tudtam, ki az a p egy nagyon jó élmény volt. Aztán volt a, a, a színpadra fel, ugye az, az első engem érintett, de, de mégiscsak hát azért képviseltem az zenekart is. E, és az ősszel kicsit besűrűsödtek a dolgok, hál' Istennek. E, volt egy saját fesztiválunk az Arabona Rockfest, a Arabona Rockfest, az Arabona Rockfestből kiépült Falcon Rockfest, mert az Arabona Rockfest az nekem egy korábbi kezdeményezésen volt, és annak ez nem, a ez nem az Arabona eagles ez más az Arabona. Ez nekem Jobb volt régebben értelek. egy ilyen, néhány baráttal egy, egy ilyen ö, kitalálmányom, hogy győri zenekarokat fogjunk össze. És akkor ennek a, a folytatása lett a Falcon Rockfest, amit azért neveztünk át Falcon Rockfestnek, hogy egy kicsit a zenekart építsük Ez, ez, ez a zenekarunknak a saját brendje, ez ö, minden évben megrendezésre fog kerülni a jövőben, és nagyon remélem, hogy ö, hogy egyre magasabb nívót tudunk ö, biztosítani. Na most ebbe az évbe a várakozni tilos volt az egyik vendégünk, aki a színpadda fel a harmadik helyezettje lett. Ugye jó? Így van. A honey Jeans nyerte, nem a harmadik helyezett lett a flop. A flop volt a harmadik, én úgy tudom, tehát a mások, második volt a várakozni. Összeveszhetünk Ricsi, de egyrészt nem <laughs> szeretnék, mert tisztellek, szeretlek, de utána nézzünk. Másik vendég pedig a, a zártos volt, ami hát ugye több szálon kötődik a színpadra felhez, hiszen a Csuka a a gitárosa, a Gendre és a Csukával a, a zsűribe együtt dolgozhatunk, és a, a kapcsolat az innen indult, maga a, az ötlet is innen indult, hogy ők legyenek a vendégeink ezen a fesztiválon. Ők voltak a úgymond sztár vendégek, és akkor várakozni tilos volt a, a Győri ö, zenekar mellettünk, és mi voltunk a házigazdák. És ez egy nagyon jól sikerült rendezvény volt, és ennek a rendezvénynek a folyamodványa az, hogy ö, kicsit ilyen barteres megoldásba, mi most mehetünk ö, a héten, pénteken, 24-én pénteken Budapestre a Barbanegra Blue Stage-be, és az osztálynak a tíz éves jubileumi koncertjén mi leszünk az egyik előzenekar, a másik pedig a Korok Nagy Árpinak a saját zenekar, a Kori zenekar. Ti egyébként amúgy is címbisztek, gondolok itt arra, hogy neked is majd említed, vagy nem említed, ugye kényszerűségből néha a tagot kell váltani, egyszerűen az élet így hozza most, ha jól tudom, vagy beszélsz róla, vagy nem ricsi te dolgod, ha pofátlan vagyok, akkor mondanám, hogy vágjál szájon, de nem, mert akkor lefordulok a székről, meg te amúgy se csinálná ilyet. Ö, egészségi problémák is ö, küzd ez egyik zenekartag. ezek nyilván annyira nem hátráltatnak benneteket, de ti azért erősítitek is egymást, magánemberként is összejártok, tudtok egymás munkásságáról, tehát, hogy nem csak a falkon van, akkor nem foglalkozom az átosztályjal hát nyilván a, nehéz, nyilván a, a távolság miatt, meg azért, hát hogy a zenész, az amikor én zenélek, akkor ők is zenélek. Tehát ugye azért Igen. az összejárás az, az nem mondhatnám, hogy jellemző lenne, de az egy, az egy jó dolog, hogy hál' Istennek például a Csukával, vagy a Zserbóval, vagy a Mirkovics Gabival azt gondolom, hogy egy, egy, egy jó ö, kollégális kapcsolatot csinál, a, csinál, csinál. a csuka volt, csak a kedves hallgatóknak mondom, a Rockmillidivel, illetve a Boda Bernivel négyen voltatok ugye a színpadra fel. Így van. Így van. És akkor még azt hadd említsem ha már a hölgyek is szóba jöttek, hiszen én voltam feledékeny, illetve volna mondanom már korábban, hogy az, a Falcon Rockfesten ott volt egy ilyen csűrcsavar a dologba, hogy a Boda Dettit azt ö, mi kértük fel egy közös produkcióra. Na illetve a, a Rockmill pedig a csukáékkal e, e, állt színpadra. Sőt, a csukáék bevonták aztán a, a, Dettit is, mert nagyon, nagyon tetszett nekik a, az a produkció, amit mi velünk csinált, és akkor egy, egy pár notára így a, zártos zárt kiegészült ki egy hölgyel, és egy egész jó hangulatú koncert kerekedett belőle. Örülök ennek az együttműködésnek, mert ugye erről is szól az egész, és ö, ezt jól látni a többi zenekarnál is. Meg, annak is örülök, hogy az árt, vagy a vállalkozni tilos meg tudtuk hívni, és elfogadták a meghívást, hiszen ez az egész az erről szólt, hogy valamennyire fogjunk már össze, a, a bridgeben nem tud mindenki oda menni kisebb győri zenekarok, hogy önálló koncertet adjanak, mert, mert, mert nem tudják megengedni maguknak különböző okokból kifolyólag. Értem. Ugye, nem tudják megtölteni például a 500 fős helyet, megtölteni egy, egy a győrben, nyilván nem tud, ha van neki 50 fős. Meg most, olyat, meg most, olyat, mondok, hogy több tízezer online hallgatót elveszítünk, hogy ezeknek az a Más nem. Na, ez is egy érdekes dolog egyébként, mert például az én nem hallgattam soha, egészen. A, a... Meghallgattam ezt a palit, mint kommunikátor, ugye, említett, azt mondom, hogy említette egy teljesen. Mondom, Spanyolul beszél, magyarul, cigányul, andalúzi és azt mondtam, hogy jó a pali, és függ, mert, mert én, én is olyan vagyok, és tök mindegy, hogy bal, jobb, komcs, jó a pali. Ö, Bridge mellett volt egy szülinap, Szettő, ezen embert meg meghívtak, és tegyek még a, még a rába túlpartján is hallgattak és azt mondja, hogy igen. Tehát, ha érdeklődésre tesz tanúbizonyságot, akkor ne, nem kell őt oltogatni, nem? Jó, ilyen volt régen Chris Rudy is. Homokba rajzolt szerelem, szeretem. Hát az egy kicsit más volt az szerintem. Jó, az gyengébb volt, bocsáss. Itt, itt, most a, a színpadra felel a kapcsolatban volt egy versenyző, aki végül is a, a, döntőben nem jutott ugyan de nekem nagyon tetszett a produkciója, és azárját énekelt. És én akkor néztem utána ennek a srácnak, mert nem az én műfajom, nem az én korosztályom, tehát én nekem ő, ő egy kicsit körönkívül volt, és megnéztem, hogy ki ez, és megnéztem, hát nyilván meghallgattam a zenét, és azt mondom, hogy az, amit ő csinál, az nagyon rendben van. Na ugye? Az a produkció, amit ez a korrekt is tőled. hogy amit a színpadra föltesz, a produkció, az nagyon rendben van. Ott egy profi stáb dolgozik rajta, és ő, ő a... a, a az értelmi szerzője nyilván a zenei részeknek, tehát mögötte egy nagyon komoly stáb is dolgozik. De... Aztán, hogy te reggel vagy este, amikor lefekvés előtt nem ezt hallgatod, meg nem tud dudalázkodni a alatt, az egy másik történet. dolog. De, de, nagyon jó, nagyon jó, szerintem nagyon jó, és ő neki ő szerintem egy nemzetközi karrier is kinézhet. Szombatot említetted, bocsánat, mindig belebeszélek, ígérem a fennmaradó időnkben, mi már Mind nem. Mindig elkalandozok, tehát? Nem, én, én vagyok éppen. 24 éve tulajdonképpen zárjátok is az évadot, nyilván az advent érkezésen neked ugye, mint férj, mint családapa, ugye egészen egészen más érzéseket van. Vége is van a szezonnak, vagy azért ez így nem mondható? Még egy picit a péntekről beszélj majd így, ha Tehát megteheted, ugye, hogy jöjjenek a népek. Ugye most ö, volt 18-án a Arabona eagles az évzárója, ami hál' nagyon jó sikerült, és ennek volt egy megható része tonó búcsúja a zenekartól. Ő... Erre próbáltam reflektálni, de jobb, hogy te mondod el. Igen, igen, hát nem vagyok felhatalmazva arra, hogy ezt mélységében kifejtsem, de a lényeg az, hogy, hogy bizonyos egészségügyi problémák miatt neki erőteljesen vissza kell fogni a terhelést. Így van. És, és vigyáznia kell magára, legalábbis időlegesen, és reméljük, hogy ez később megoldódik, és ezért most sajnos arra a lépésre kényszerültünk, hogy, hogy nekünk váltani kellett, illetve őt kimélni kellett, és akkor egy ilyen vegyes megoldást tudtunk tető alá hozni, hogy a tonó is szerepelt, szerintem jól érezte magát, Bocsánat, ez azt jelenti Ricsi, hogy mondjuk egy másfél órás nagyon, hát ez kőkemény meló, tehát aki nem csak azért mert ti vagytok, meg itt a fizikai nyalog, is meló, és mondjuk ő lehetséges, hogy csak egy 40-45 percet tud, most még hál' Istennek majd fölépül, tehát ennyit tud csak vállalni? Kevesebbet. Vagy kevesebbet, kevesebbet Orvosi utasításra kevesebbet, és, és. Igen. És emiatt kellett őt is kimélve egy, egy, teljesen fölborítani az eleti koncepciót. és Három hét alatt összeraktunk egy olyan műsort, amiben felkértük Bodadettit is, hogy lépjen velünk újra színpadra, illetve ö, megkértünk ö, a Vadvágány zenekar énekesét az Olit, hogy segítsen ki bennünket. Ő volt a főhős, és ö, Néha ez ilyenkor egyébként ilyen fájó szívvel gondol az ember, de meg kell érteni ezeket az egészségügyi dolgokat. Tehát, hogy most hát, ő pihenésevet hát mert ez nem, nem működik úgy, hogy bocsánat, mint Jim Morrison, meg ezek a régiek, hogy lefordul a színpadról, már elnéze. Jó, mondjuk azok drogoztak, meg itt, itt az egy másik történet. Igen, én azt mondtam, hogy szörnyű volt a hírt hallani három héttel a koncert előtt, hogy gyakorlatilag nincs énekesünk. Hát, Igen. viszont Nincs olyan koncert, ami fontosabb az, az egészségnél. Úgyhogy ezt meg kellett oldani, hál' Istennek, megoldottuk, szerintem jól sikerült, szerintem mindenki jól érezte magát, emlékezetes buli volt és helytáltunk azért az Arabona Eagles szemébe is nagyon fontos volt, hogy, hogy, őket se csapjuk be. Pénteken akkor... még egyszer mondd el, megkérlek a pénteki helyszínt, és hogy rajtatok kívül még kilép fel tisztelettel. Pénteken pedig 24-én fogjuk zárni az évet, hogy válaszoljak az előbb feltett kérdésedre. Igen, ez lesz az évzárunk, és akkor ebbe az évben már pihenünk, illetve hát legalábbis koncertezünk, nem koncertezünk. Az átosztálynak a tíz éves jubileumi koncertjén fogunk fellépni Budapesten a Barbanekra Blue Stage-be, ahol rajtunk kívül még a kori zenekar lesz a vendégzenekar, és a, az pedig ugye ö, lemezbemutatót tart. Egyébként a kori is lemezbemutatójuk lesz. E, valamint az átosztály régi énekeség, a Sipos és a Stolt fellépnek, tehát egy egész ö, ünnepélyes koncert lesz. Én azt gondolom, hogy fantasztikus lesz ott lenni. Eleve most mi bemutatkozunk Budapesten, és ez nekünk ezért nagyon fontos dolog. Ezért is akartuk ezt az egészet így szervezni, oda-vissza tudjunk játszani. És ezt ezúttal is köszönöm a, a zártos és a, csika, a hogy besegítettek bennünket. Én sok sikert kívánok. Ilyenkor nyilvánvalóan mondtad, hogy ugye ti amatőr zenekarok vagytok, és az amatőrt ugye pejoratív szokták használni, úgyhogy én nem nagyon szeretem használni. Magyarul az egzisztenciátok, a bejövő összegek nagy része nem ebből van, tehát akkor nyugodtan fogalmazhatunk így. Igen, ez helytálló. És az, hogy ilyen szinten művelitek, én szerintem ez példaértékű, meg ez valamilyen szinten misszió. Ilyenkor egy fél percbe, ha meg tudnád válaszolni, teljesen a december az együttes nélküli, kis Jézus várás gyertyákat gyújtunk a koszorú és a második amelyik negyedik a gyertyát, vagy az agy kattog, csak éppen annyira éppen nem hívott föl, hogy ez most azonnal zenésítjük. Nem, nem csak az agy kattog, hanem kattog minden más is. A zenekar dolgozik, koncertünk nem lesz, de január 20-án Bridge-be a Rudán Joe előtt fogunk újra fellépni, tehát nekünk itt a következő feladat, és akkor már az új énekessel kell színpadra állni. Akit most egyelőre még nem jelentek be, majd... Ilyenkor a hertéli szok, szoktak megutat. érni, hogy spoiler ez, de tényleg ez sokkal komolyabb dolog annál, mint hogy azt mondtad, hogy gipsztiakabb, nyilván nem úgy hívják az urat, vagy lehet, hogy hölgy lesz. Most így bedóm, aztán mindig a hölgy, nem mondod! Nem a rock csak ugye vicceltem. Mert nyilvánvalóan ez a felépülés remélhetőleg százszázalékos hatékonysággal lesz, de ugye nem egy-két hetet vesz igénybe, tehát jó pihenést és úgymond rehabilitációt kívánunk ugye a kollégának. Mindentől függetlenül Tonó a zenekar tisztetbeli tagja marad a jövőben is. Valószínűleg most ő nélkül egy, másik énekessel fogunk tovább menni, illetve hát most ez így néz ki, akit hamarosan, hogyha 24-én túl vagyunk, akkor hivatalosan be fogunk mutatni. Én nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és hát más médiafeleteken is találkoztunk, és akkor most a héten pénteken, de utána, ha addig nem is, akkor január 20-án ismételten ugye az együttesen láthatnak téged, illetve kollégáidat. Köszönöm szépen, hogy emelted a műsoron fényét, és ugye amit akkor is mondtam még, mint amikor a zsűritagként jöttél be a színpadra fel zenekar, színpadra fel tehetségkutató verseny, zsűri tagjaként, jó már, hogy jön az advent. Ugye? Ugye, Ricsi? Én is így, így érzem. Én is így érzem. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Áldott karácsonyt kívánok. Kellemes ünnepeket kívánok mindenkinek. Kisalföld Podcast. Hírek helyben azonnal.